Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Légi Közlekedési Kulturális Központ és a Budapest Airport közös repülőtér látogatásán. Ez egy 3 órás túra lesz, úgyhogy remélem, hogy mindenki felkészült. Lehetként kell elképzelni. Indulnak el a pálya egyik végéről, és egyik irányba a pálya az egyik felét, másik irányba vissza. Ilyenkor, amikor a repülőgép a földön áll, hát tulajdonképpen felrakjuk tölteni. Mert hogy a hajtóművek ilyenkor állnak, és nem biztosított az energiaellátás a fedélzeten. A másik, ami érdekesség, ugye az RBP-nek a tankerautója érkezett ide, és tankolja majd, vagy már kész is van a repülőgéppel. Aki szemfüles, majd figyelje meg az autó elején, hogy mi van ráírva. Nem tudom, hogy lehet-e látni. A másik cégnek, a repülőtéri üzemanyag kiszolgálónak az elején ott van, hogy ne állj az autó elé. Ez ugye azért fontos, mert minden esetben, hogyha véletlenül valami történne, akkor a tankerautó az első, aki elhagyja a földi kiszolgálásnak a területét, nehogy még nagyobb probléma. És ennek a jettónak a beállítását szeretnénk nézni, ami a előtérnek a hozzánk közeleső állóhelyére fog beállni. Azt látjátok, hogy a földi kiszolgáló eszközei már felsorakoztak, és tulajdonképpen várják a repülőgépet, mert hogy a földi kiszolgálás idejét olyannyira le kell szorítani, amennyire csak lehet. A repülőgép ugyanis a földön állva csak viszi a pénzt, amíg a levegőben van, addig pedig termeli. Ha tolták a gépet, akkor egy idő után majd átadja maga a földi kiszolgáló, aki folyamatosan majd tartja a kapcsolatot a pilótákkal, mert a pilóta nem nagyon lát. Fölveszik, vagy hát tulajdonképpen olyan formája van, mint a repülőgép belsejének, hogy teljesen kihasználja a rendelkezésre álló teret. Oldalunkon a Tarom, a román légitársaságnak a repülőgépe. Ilyen esetben már nem szabad a repülőgép előtt és mögött elhaladni. Egyébként, és a Wizz Airnek az egyik A320 mindjárt lassan hátra tolják. Ugye a másik megoldást is lehet látni, itt ahol vonuló villával csatlakozik az orrfutóhoz a pushback jármű, és a minél nagyobb legyen a profit, minél alacsonyabbra tudják vinni az árakat, majd beszélünk egy kicsit a fapados modellről is. Én legugolok, hogy tudjatok fényképezni, mert akkor szépen hátra tolták, itt a lustábbak nem sétálnak a pushback mögött, hanem belülnek. Tulajdonképpen itt, ahogy látjátok, egy ilyen köldögzsinór van a földi kiszolgáló meg a gép között, amelyest lehet látni, bár most már ilyen bluetooth-os kapcsolatot is használnak, hogy így kommunikálnak a pilótákkal. És mielőtt eltávolították azt a villát, utána átadják az irányítást a kapitánynak. Egyébként szoktuk mondani, hogy lehet nyugodtan integetni a vizelpilótáknak, meg a lejjeneseknek, és szoktak visszaintegetni általában, hogyha éppen arra néznek, hogy nincs teendőjük, de ilyenkor persze el vannak foglalva a checklisteknek az olvasásával, hogy ilyenkor meg kell nézni. Egyrészt van egy földi ellenőrzés is, még mielőtt felszállnak a gépre. Körbejárja az egyik pilóta a repülőgépet, hogy nincsen rajta semmilyen külső sérülés, nem lát semmi olyat, ami miatt.
repülőről kiszedi, majd mindjárt kijön, fölmutatja, és akkor onnantól kezdve gurulhat tovább a gép. És ugye ilyenkor, amikor ugye bent vannak, akkor végigolvassák azokat a checklisteket, ami akár a kormányszervek működésével kapcsolatos, és megnézik lassan, hogyha engedi a forgalom, akkor a eszköztárolóra ide mellettünk, és megnézzünk majd néhány felszállógépet kintről, hogyha van kedvetek. Megy a Wizz Air hátul, meg a Ryanair is utánunk. És azért állunk itt tulajdonképpen, mert az előtéren mindig a repülőgépnek van elsőbsége. Föl vannak festve ilyen mindenféle jelek a betonra. Itt előttünk is például egy ilyen szakadó esőbe, az annyira nem kellemes. Néha föl szoktuk őket venni, hogy ne álltanak szét, mire odaérnek, de volt a Ryanair ennyire fapados légitársaság. Ugye a fapados modell, mint olyan, kell takarítani. A költségek csökkentése érdekében pedig általában másodlagos repülőterekre járnak, így például, hogyha Párizsba megyünk, akkor is legalább egy 100 km-t kell utaznunk, de Londonnal hasonló a helyzet. A többől szövésznek a gépen még jó, hogy nem álltunk itt és vártuk a kitolását, mert még mindig nem sikerült elindulniuk. A másik kérdésem, hogy a többől szövész oldalán látjátok ezt a feladatot, hogy ETOPS, pilóta fülke alatt. Van, aki tudja esetleg, hogy mit jelent ez a felirat? Nem. Ez az ETOPS az arra utal, igazából elmondom, a vicces megnevezés az, hogy engines turning or passenger swimming, vagyis kétható műves. Amikor lekerülnek a gépről, illetve ahogyan felkerülnek a gépre, ezek a csomagok bekerülnek egy központi ilyen osztályozóba, és
és úgy kapják meg az utasok a csomagjaikat. Az érdekesebb része az az, hogy mi történik a csomagunkkal akkor, amikor elbúcsúzunk tőle a check-innél. Itt nálunk Ferihegyen két különböző oldalról haladnak a igazából a délelőtti időszakban van egy olyan úgynevezett holtidő, de így a reggeli csúcs az überelhetetlen, tehát reggel 6 órakor az összes vízerjárat elmegy, illetve a Ryanair is, meg hát a hagyományos légitársaságok is szépen lassan. Van egy reggeli csúcs, egy terhelés a repülőtérnek, utána egy picit csökken a forgalom a délelőtti időszakban, és így este felé pedig már szintén kezd életre kelni a repülőtér. Na hát akkor már most tolják is az Air China-t, úgyhogy